Veszélyesek lesznek. Időben ébredő társaság. Kiélezett mérkőzés lesz, és oda kell figyelnünk. Nagyon kellemetlen csapat. Előre lépnünk, és a csapat szépen küzdött, és jól helyt álltunk. Vérmes reményeink a győzelemre nem voltak meg, de mindenképpen előre mutató az, hogy a csapat hozzáállt a játékhoz, hozzáállt a mérkőzéshez, és egy korrekt küzdelmet produkáltunk. Annak ellenére, hogy ugye sajnos kikaptunk, elégedettek voltunk, főleg a védekezésen, mert sokkal agresszívabban védekeztünk, mint ahogy az előző meccseken is. Ez meg is mutatkozott, mert 40 percig teljesen játékban voltunk, és esélyünk is volt annak ellenére, hogy idegenben egy jó csapat ellen játszottunk, úgyhogy abszolút előrelépésnek számított ez a mérkőzés. Ez a mini bajnokság számunkra, ez 5 hét, ami számunkra roppant fontossággal bír. Rögtön az első mérkőzés hazai környezetben a Békés Csaba ellen. Időben ébredő társaság, ha lehet így fogalmazni, talán a kiesési problémáit elkerülte, és ezeken túllépett, és most már elkezdhet abban a reményben kézlabdázni, hogy följebb lépjen a tabellán, mi pedig szeretnénk ezt mind megakadályozni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon küzdeni fognak, azért jönnek, hogy megszerezzék a 2 pontot, nekünk az a célunk, hogy nyilván ezt megakadályozzuk. Táborról is veszélyesek lesznek, rutinos játékosaik vannak, rohanni fognak előrefelé, nem nagyon kiélezett mérkőzés lesz, és oda kell figyelnünk 60 percen keresztül. Felkészültünk belőlük, nagyon kellemetlen csapat, koncentrált és egy beállócentrikus támadójátékkal, erős átlövő sorral és masszív védelemmel. Beállójátékukkal nagyon sokszor próbálják megakadályozni a védelmünket, megakasztanak minket, és ezt nem szabad megengednünk, mert akkor biztos, hogy átrohannak rajtunk. Megvan a tervünk arra, hogy hogyan tudjuk ezeket az erősségeiket majd kezelni, és a gyengébb játékaikat és a nyengeségeiket pedig kihasználjuk, és a magunk javára fordítjuk a mérkőzést. A saját játékunkat kell játszani, abszolút csak azzal tudunk majd nyerni.